Tényleg váratlanul ért, de rögtön az első gondolat után jött a következő, hogy hát ez egy nagyon nagy megtiszteltetés és egy végtelenül komoly elszántságot igénylő feladat. Záporoztak a kérdések a fejemben, de mivel decemberben történt a felkérés, és rövid határidőn belül meg is kellett tenni ezt a lépést az önkormányzatnak is, itt tényleg nem maradt sok időm úgyhogy a döntés gyorsan megszületett. Berlinger Attila január 1-től irányítja a Babics Mihály Kulturális Központ munkáját. Előilleti tekintve jelentős kapcsolatrendszer áll a háta mögött, hiszen olyan munkaterületeken dolgozott, amely során folyamatosan kapcsolatokat kellett építenie és működtetnie. Ő a Babics történetének 11. igazgatója. A legfontosabb dolog tényleg a megtiszteltetés volt. Ez volt a második gondolat egy néhány másodperc múlva, hogy Hűha, azért itt rögtön elkezdtem az elődökre gondolni. 50 év, nagyszerű emberek, nagyszerű városi, olyan személyek, akik itt nagyon sokat letettek az asztalra. Utána következni, hűha. Decemberben kért fel polgármester úr erre a feladatra, miután lehívott, hogy egyeztessünk, hogy ez lenne az elképzelése, hogy velem folytassuk a a Babics Kulturális Központ és a Szexádi közönösi Kft. vezetését. Így értelemszerűen <laughs> hát nem sok idő volt erre, de, de, hát legbelül nem is kellett el sok idő. Azt gondolom, hogy lehet, hogy elérkezett most egy pillanat ahhoz, talán a sorsakartai, talán tényleg ez egy olyan hirtelen jött döntést kell hozni, amit jobb, ha az ember nem éjszakákon át gyötrődve hoz meg, hanem megpróbálja bátran, belevág. Van talán egy pici helyzeti előny, tehát itt vagyok Szexárdon, itt élek, gyermekkorom vagy fiatalkorom óta itt is születtem, húsz éve dolgozom az önkormányzatnál, korábban is itt dolgoztam, gimnáziumban tanítottam, sok cégnél dolgoztam. Talán szerintelenség nélkül mondhatom, hogy ismerem azért a város ö, szereplőit, most ugye erre is nehéz egy összefoglaló szót találni, Alkalmam volt lehetőségem nyílott arra, hogy az elmúlt évtizedekben a munkám révén természetesen sok mindenkivel megismerkedjek. Ez azért ad mindig egy kis támaszt, ad egy biztos hátteret az embernek, hogy oké, okay, lejövök a Babicsba, ö, ismerem az állomány 80%-át személyesen, ez nagyon jó, tehát a leendő kollégáimat, ö, ismerem a volt vezetőket, dolgoztam velük, ö, ismerem a rendezvényeket, volt alkalmam szintén csak a munkám révén bekapcsolódni, kisebb-nagyobb mértékben. Tehát azért nem idegen a terep, de mégis azért a város kulturális életét irányító intézmény élén az egy kirakat történet. Mind a személy, mind az intézmény a kirakatban van folyamatosan. Amikor kiderült a vezetőváltás, a közösségi oldal tele lett a gratuláló üzenetekkel és támogató posztokkal. Ki az, aki nem lenne erre büszke most? Tényleg játsszuk az álszerint, ne játsszuk, végtelenül jól esett. Természetesen ezt is ugye helyén kell kezelni, mindenféle rossz indulat nélkül. Én úgy gondolom, hogy azok a reakciók, amik ott voltak, őszinték, és, és tényleg számos régi ismerős kollega, jó barát, család, rokonság, hát mint mindenki másnál, és tehát ez örömmel kell mindenkit eltöltsön. Nagyon, nagyon jól esett, végképp jól esett. Természetesen egy újabb lökés, hogy na hát ez a hirtelen döntésben. Hát ha egy év múlva ebből a 200, teljesen mindegy a szám, gratulációból, ha az egy megmarad, akkor én annak nagyon fogok örülni. A jelenlegi helyzet a vírusveszély miatt nem segíti a vezetőt, hiszen egy működésében korlátozott intézményt irányítani nem egyszerű. Főleg úgy nem, hogy döntéseket kell hozni az éves működést meghatározó események ügyében. Valami nem kell gondolkodni, hiszen az 50 év, vagy ha csak az utolsó néhány évet visszük, azért mutat egy irányt. Ugye egy valamikori művelődési házból, művelődési központból, ami sok más feladatot is ellátott, igazából egy nagy komoly rendezvényszervező cég is lett, Ugye eleve egy gazdasági társaság is van, tehát ez is már a szervezeti forma is ad egyfajta keretet, ad egyfajta feladatot. Mindenképpen megtartanánk az elődeink által kitaposott utat, de az élet is fog ebbe sok újat hozni, már most vannak ilyen megérzéseim. Eleve itt van, ugye nem kell ecsetelnünk a járványhelyzetet. Az, hogy mint minden más, a Babics meg és központ is zárva van, nem csak az elmúlt egy hónapban, hanem a 20-as év, ugye hát ilyen húz meg, erez meg, hol nyitva, hol zárva, végtelenül nehéz tervezni. Nem tudjuk, hogy ez az év mit fog hozni. Lesznek-e fesztiváljaink, lesznek-e nagy rendezvényeink, milyen színházi programot állítsunk össze, milyen béletes előadásokat. Mikor működhet újra végre a Bartin Együttes vagy a Tücsök Zenészínpad és az összes civil egyesület, aki itt él, itt lélegzik, itt végzi a tevékenységét? Alig várnánk már, hogy visszaadhassuk nekik végre a megérdemelt helyeiket, a házat. Hogy mondjam? Tehát, de akkor is fogunk tervezni, vannak már előzetes tervek, elkészült a költségvetés vázlata, Ebben nagyon nagy szerepe lesz a járványhelyzet feloldásának, tehát lehet egy, ha tavalyhoz hasonló, sajnos szomorú év is, meg lehet egy újra vágyakozás és örömet jelentő év, hogy kiszabadulhatunk a fogságból, újra részt vehetünk közösen eseményeken. Tehát nagyon-nagyon bizonytalan pályán, de több terv fog készülni. Ja, mivel ez az egész rendezvény szakma is rendezvényekkel kapcsolatos, ö, ö, munkák, mindegy az, hogy színház, mindegy az, hogy koncert, mindegy az, hogy bármilyen fellépőről is beszélünk, végtelen bizonytalanság van ott is. Tehát úgy gondolom, hogy most fogunk tudni olyan feltételes szerződéseket kötni fellépőkre, műsorokra, amelyek a rajtunk kívül álló okok miatt meghiúsul, minden bizonyal kezelhetőek. Tehát óvatosan fogunk ezzel bánni, de a másik oldal is ugyanolyan óvatosan kezeli. Tehát a mai világban leszerződtetni most egy komoly koncertet, a fellépő részéről is bizonytalanság, nem csak arra gondolok, hogy hirtelen ők is megbetegedhetnek és nem tudnak eljönni ilyen viszmajor esetekre, hanem mindenki óvatosan fog ezt, ezt, kezelni az egész országban. Tehát elindult természetesen, van most is koncepció születi napokra, Pünkösdi Fesztiválra, csak ugye két nagy rendezvényt említek, de ennek a tartalmi része, hát lehet, hogy az utolsó pillanatban fog úgy összeállni, hogy véglegessé, akkor tudjuk majd, akkor tudjuk majd véglegesen meghirdetni, ha előtte néhány nappal vagyunk. Egy kulturális intézmény sajnos nagyon ritkán tud egy, nem csak Magyarországon, a világ bármely részén, gazdaságilag is egy eredményt profitot hozó ház, egy profitot hozó vállalkozás lenni. Akkor lennék elégedett, ha financiálisan egy kicsikét megerősödnénk, meglévő problémákat, mert van azért bőven pályára tudnánk tenni, pályára tudnánk helyezni, és ami a legfontosabb az emberek számára, ha ki tudnánk nyitni. Tényleg ez a vágyam, egy művelődési intézmény, egy kulturális intézmény, meg rendezvények nélkül, ez olyan, ha, ha már a családban sem tartatunk születésnapot, meg ha már akár örömteli vagy szomorú esemény, és tizen mehetnek el, az egy nagyon rossz történet. Ez ne tartson lehetőleg már csak hetekig, tehát ha felszabadulunk, én azt gondolom, fog annyi pozitív töltést adni az embereknek, hogy a 21-es évre már úgy fogunk visszatekinteni, hogy újra, újra együtt lehetünk és újra ünnepelhetünk.